Annak ellenére, hogy az ipari parkfejlesztési koncepció elfogadásakor sokan ellenezték a tervet, az időbe bizonyította, jó volt az elképzelés. Azok a vállalkozások, melyek először választották ezt a területet telephelyül, ma már a város legerősebb adófizetői, és közel 500 embernek adnak kenyeret, mondta Filóni Ferenc Ibolya polgármester. Mindez azt igazolja vissza, hogy jó döntés volt belevágni a koncepció megvalósításába. A város felhívására ezúttal a fejlesztés harmadik ütemében 9 vállalkozás adta be jelentkezését, és az előzetes tárgyalások eredményeként 7-en kezdik majd meg a beruházást. Közeledtek az álláspontok, hogy mi a szándéka és a terve az önkormányzatnak, milyen igényeik, kérdéseik, céljaik vannak a vállalkozásoknak, és ezt követően abban maradtunk, úgy álltunk fel az asztaltól, hogy április 30-áig várjuk akkor még egyszer egy utolsó körben minden letisztázott kérdést követően, hogy erősítsék meg azt a szándékot, hogy valóban szeretnének betelepülni az iparterületre, egész pontosan mekkora területigényük van, hiszen sok minden felmerült kérdésként, ez is közelített ahhoz és segített a döntésben, hogy kinek mekkora területigénye van, hiszen nem mindegy, hogy valaki 4000 vagy akár 9000 négyzetmétert szeretne abból az 5,4 hektáros területből használni, amely egyelőre az önkormányzat rendelkezésére áll. A terület, melyre a vállalkozások települni fognak, jelenleg szántók. Így ezt az önkormányzat kivonja művelés alól és az alapinfrastruktúrával is ellátja. Filóni Ferenc Ivoja a tapasztalatok alapján azt mondja, mire az építkezések elindulnak, megközelítően egy év fog eltelni. Gyakorlatilag most ott tartunk a folyamatban, hogy ismerjük az igényeket, tudjuk, hogy milyen területtel, milyen céllal kívánnak betelepülni a vállalkozások, nagyságrendileg milyen foglalkoztatott létszámmal. Mi közben a háttérben dolgozunk azon az önkormányzatnál, hogy készüljön egy előszerződés, hiszen majd itt ráépítési és földhasználati jogot fognak kapni. Ennek a megalapítására kell majd szerződést kötnünk, egy előszerződést a betelepülni szándékozó vállalkozásokkal, és természetesen gőzderővel dolgozunk egy előterjesztésen, még ha nincs is képviselőtestületi ülés, hogy minden részletét megismertessük a képviselőtestület valamennyi tagjával, a bizottsági tagokkal. Ahhoz, hogy eljussunk a célunkhoz, hogy majd, ha megjelennek azok a pályázatok köztük, az iparterület bővítését célzó önkormányzatok számára megpályázható források megjelennek. Addigra már olyan szintre előre tudjuk készíteni ezt a projektet, hogy ne akkor kezdjünk el, és egy általános, egy konkrét tényeken nélkülöző és megalapozatlan dokumentációt benyújtatni pályázati anyagként, hanem már teljesen pontos számokkal, konkrét célokkal, tervekkel, akár előszerződéseket megkötve tudjunk forrásra pályázni. Az előzetes számítások alapján a betelepülők újabb 100 munkahelyet hoznak majd létre. Az új vállalkozásoknak külön díjat nem kell fizetni, csupán négyzetméter arányosan a kivonás díját kell kiegyenlíteni az önkormányzat felé. Bonyhád polgármestere azt mondja, fontosabb a helyi adóerőképesség növelése annál, hogy külön pénzt kérjenek a telephelyekért. A helyi adónövekedés egyértelműen fontos, hiszen az egy olyan saját bevételi forrása a települési önkormányzatoknak, így Bonyhádváros önkormányzatának is, amelyet saját célra tud hasznosítani. Továbbra is azt az elgondolást erősítjük, ami már 10 évvel ezelőtt is utólag bebizonyosodott, hogy nem ez az elsődleges cél, hanem az, hogy megerősödjenek az itt működő vállalkozások, minél több lakost tudjanak foglalkoztatni, ezáltal pedig, ha megerősödnek, akkor növekvő iparüzési adó bevétellel segítsék az önkormányzatot.